A végéhez közeledik az alapszakasz a férfi kosárlabda NB2-ben. A Sunshine Nyiksi együttese a legutóbbi három meccséből kettőt megnyert, egyet pedig elveszített. A nyíregyházi gárda hazai pályán magabiztosan 69-48-ra verte a Békés Csabát, majd mezőberényben is győzött 64-49-re Kovács Tibor együttese. Legutóbb a Bánki csarnokában a Cegléttől 52-50-re kapta ki Horváth Bencéjék. A vereség annak ellenére is fájó, hogy ezúttal is többen hiányoztak a hazai csapatból. Nem tudtunk a legtöbb esetben kiállni teljes csapattal, és itt elsősorban ezek a mérkőzések, ahol szoros mérkőzésen veszítettünk. Gondolok itt a szentesi idegenbeli 5 pontos vereségre, Debrecenben 1 pontos vereségre, illetve hát itt most a legutóbbi 2 pontos hazai vereségre, mert hol a center poszton sajnos sérülés miatt a Farkasinszki Gabi hiányzott, hol Asztalos István a center posztról, hol egyetemi mérkőzések miatt a főiskolások, egyetemisták hiányoztak. Csempesz Balázs is nagy örömünkre csatlakozott a csapatunkhoz. Ő is azért munkahelyi elfoglaltságok mellett, ahogy tud, itt van a mérkőzéseken. Ő neki még erőnléti problémái vannak, úgymond, de a tudása, ami a fejben, illetve a kezében megvan, az pótolhatatlan, és nagy értéke a csapatunknak. Nagyon sajnáljuk, hogy így a nem teljes kerettel tudtuk ezt a bajnokság ezen részét lejátszani, van bennünk egy kis hiányérzet. A Sunshine Nyikse a rájátszás jelentő 7. helyen áll a bajnokságban, de a nyíregyháziak jelentősen szeretnének előrelépni a hátralévő meccseken és a rájátszásban. Tavaly 8. lett a csapatunk újoncként, most reális célként azt tűztük, hogy próbáljunk az első 6-ban végezni. Ha a reális papírformát nézzük, és igazából ezen a 3 mérkőzésen, az utolsó 2 mérkőzés, mind a 2 debreceni csapat ellen van, bármi lehet. Idegenben a Gyulát azért szeretnénk megverni, nem lebecsülve őket, de a papírforma mi sikerünket mutatja. Én azt gondolom, akkor biztos 6-ok vagyunk, de azért szebb álmaink vannak. Ezt már a csapattal is beszéltük itt a hét elején. Talán kimondom, szeretnénk dobogóra jutni. A Sunshine Nyikse pénteken, Gyulán lép pályára, majd jövő csütörtökön a DK-Deacot fogadják a nyíregyháziak, akik március 27-én a debreceni Zitzel Tigrisek otthonában zárják az alapszakaszt.